Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus! Eljöttél a te kegyelmednek, Uram! Meglátogattál bennünket, és ma is meglátogatsz minket, Uram! Mert egy jó Isten vagy. Egy jó Isten, és köszönjük neked, Uram, ahogy énekeltük, hogy te velünk vagy. Mert elküldted a te szent szellemedet, és itt vagy ma, ezen a helyen. És csak hálát adunk neked, Uram. Köszönjük neked, hogy megjelensz. Köszönjük neked, hogy megjelensz a te királyi palástodban, ma itt közöttünk, Uram. Dicsérünk és magasztalunk téged. Mindazért, amit te cselekszel itt ma este, Uram. Hiszen ez az este a te estét. És odaadjuk a te kezedbe. Tegyél azt, amit te akarsz, Uram. És úgy, ahogy te akarod, Istenem. Legyen meg a te akaratod. Most itt a földön. Úgy, ahogy a mennyben van. A Jézus nevében. Amen. Ne aggódjatok amiatt, hogy sötét van, mert a hangomat halljátok remélhetőleg. Az Úr megvilágít mindent. Amen! Tudjátok, a gonosznak az egyetlen egy eszköze ellenünk, az, hogy megpróbálja elterelni mindig a figyelmet, és megpróbálja önmagára terelni a figyelmet, hogy ne az Úrra figyeljünk. És azért elkövet bármit. De tudjátok, hogy ő csak egy ordító oroszlán, akinek nagy a hangja, de nincs ereje. Amen? Azért, mert a Júda oroszlánya, aki Jézus Krisztus, sokkal nagyobb erővel és hatalommal rendelkezik. Amen? És mi ő benne hiszünk, ő benne bízunk, és ő a mi reménységünk. Halleluja! Én Gégény Éva vagyok, hogyha valaki nem ismer engem, több ismerős arcot is látok, és nagyon örülök nektek, hogy újra láthatlak benneteket. Köszönöm szépen! Kedves Lekli Zoltán testvérünk, akit mindannyian jól ismertek, ő az egyik olyan kedves barátom volt, akivel találkoztunk még 16 évesen annó, annak idején, mikor még együtt sportoltunk, és egyszerűen csak ott futottunk és edzettünk, és én akkor megtértem az Úrhoz, és Zoltánnal elkezdtem beszélgetni, és elkezdtem neki mondani, hogy milyen jó az az Isten, akivel találkoztam. És egyre többet érdeklődött és érdeklődött, addig, amíg egy nap átadta ő is a szívét az Úrnak. És így kezdődött el együtt a közös pályánk a Salom gyülekezetben annó, ahol a kedves pásztorotok Benke Misi is. Ugye ott találkoztunk, és az Úr oda vezetett bennünket, és mindannyian együtt ott dicsértük az Urat, és onnan indult el a pályánk. Kedves férjem, Gégény Csaba, lehet, hogy többen ismeritek, vagy hallottatok róla, aki Nyíregyházán élt itt az édesanyja, itt van most közöttünk. És van egy közös gyermekünk, Dávid, akit szeretnék bemutatni nektek. 17 éves, már decemberben ez 18, és neki is van üzenete, tehát majd egy pár szóval ő is fog hozzátok szólni, mert ő is Isten embere. Az Úr egyszerűen kivezetett bennünket Angliába, kint élünk már Angliában 8 éve, és az Úr nagyon a szívünkre helyezte, hogy jöjjünk és szolgáljunk Magyarországon. Több helyen is, mert az Úr a nemzeteket adta nekünk, és Amerikában voltam most 2 hétig, éppen 1 hete jöttem csak vissza Angliából meg Magyarországra. Most volt egy hétvégi konferenciánk, ami egy közös konferencia volt, de Csabának haza kellett utaznia Angliába, mert sajnos neki még munkája van és dolgoznia kell. De hisszük azt, hogy az Úr támaszt majd támogatókat, és hamarosan be tud ő is állni abba a teljes idejű elhívásba és szolgálatba, amire az Úr rendelte, mert ő Istennek egy fantasztikus embere. És fogjátok majd hallani, hogyha a YouTube-ra fölmentek, és beírjátok a nevünket, akkor föltesszük majd a teljes konferencia anyagát, és fogjátok hallani, mert Csaba szolgált egész nap szombaton, és még vasárnap délelőtt is, hirdette Isten igét nagy erővel, és tényleg Isten kenete és hatalma ott volt velünk, úgyhogy ajánlom majd nektek, hogy hallgassátok meg.
És az Úr azt helyezte a szívünkre, egyszerűen csak az Úr szólt, hogy jönnünk el Magyarországra, mert Magyarország az Úr szívében van. Amen. És az Úrnak nagyon kedves ez a nép. És szeretnélek bátorítani először is benneteket,